Rendelnék Kínából 160 ezer forintért monitort? Nem, ne aggódj, nem kell kockáztatnod, mert én most megmutatom neked, mit kapnál, hogyha ennyi pénzért rendelnél a Geekbuying-tól egy gamer monitort. Szóval ezzel a videóval most rengeteg pénzt spórolhatsz meg. Iratkozz fel és nyomj rá a harangra, ígérem mostantól nem hagylak magadra, mától nem lesz az élet olyan egy csíkú, mert rádugta az ajtót az isteni rikú. Tibi apu pakkot kapott, ugyanis megérkezett Kínából egy feltűnően jó áru és feltűnően magas felszereltségű gamer monitor, ez a KTC nevezetű, ami itt mellettem található. De hogy megérte-e kintről rendelni? Nyilvánvalóan ez több összetevős kérdés, amit mindjárt jól megbeszélünk. Az biztos, hogy ez a monitor itt mellettem az itthon kapható hasonló tudású és felszereltségű monitorokhoz képest 50-100 ezer forinttal is olcsóbb lehet. A csomag egyébként euraktárból érkezik, és meglehetősen gyorsan. Sőt, mondhatni megfelelő csomagot. Ezt azért mondom, mert érkezett már ennyire leharcolt csomagolásban monitor hozzánk pár kilométerről is, úgyhogy ez eddig rendben van. Az összeszerelése baromi egyszerű, csavar és szerszámmentes. A kialakítása nyilvánvalóan műanyagból van, nem is a legjobb, de nem is a legrosszabb műanyag, amit monitoron eddig láttam valahol, az biztos, hogy a viszonylag sérülékenyebb fajtából való. Nekem itt már sikerült is megkarcolnom. Ettől függetlenül baromi masszív és baromi jól néz ki. A vastagságára sem lehet panasz, sőt igaziból a hát oldalának a dizájnja is abszolút hozza a ma trendi gamer vonalat. Nincsenek benne ledek, nincsen benne hátul semmi extra, egyedül annyi, hogy ha nem fal felé fordítva használod, akkor hátulról is látszik, hogy ez bizony egy gamer monitor. De körülbelül ennyi. A felbontása 4K UHD és Fast IP panellel szerelt. Mondjuk menőbb lenne, ha elindítanék rajta valamit, nem? Pillanat. A felbontása 4K UHD és Fast IP panellel szerelt. Tudom, IPS panel, de hát ennyi pénzért azért OLED-et vagy mini LED-et ne várjunk. Viszont HDR 400 képes ez az IPS panel, és meglepően kristálytiszta. Azt kell, hogy mondjam, hogy engem meglepett a minősége, nyilván voltak prekoncepcióim, mielőtt kibontottam a csomagot, megmondom őszintén, nem számítottam ilyen minőségű látványra. A válaszideje egyébként 1 millisekundumos és 132%-os sRGB, valamint 97,5%-os DCI-P3 szintér lefedettségű, ami annyit jelent konyhanyelvre lefordítva, hogy a gémmelésen kívül egyszerűbb videós munkákra, illetve tanulásra, hétköznapi irodai használatra tökéletesen alkalmas. Viszont mivel gamer termékről beszélünk, nyilván G-Sync és FreeSync képes is, mind a mellett, hogy alacsony kék fény kibocsátású, tehát elvileg a szemünket is óvja. Csatlakozók terén egyébként van minden alap, amire szükségünk lehet, így gyakorlatilag van a táp csatlakozáson és a fejhallgató bemeneten kívül két darab HDMI 2.1-es és két darab 1.4-es DisplayPort csatlakozásunk is. Állítható állványt kapott, amivel együtt egyébként 6 kg, ami nélkül kicsit több mint 4 kg, gyakorlatilag billenthető, biccenthető, fordítható, sőt még pivot módot is tud, tehát adott esetben streamereknek tökéletes másodmonitor lehet. De hogyha nem szeretnéd állványon tartani, akkor sem kell Kínából valami különleges fali tartót, konzolt hozzávenni, hiszen kompatibilis a vezás fali konzolokkal. Az összeszerelés minőségére sem lehet panasz, tehát én azt gondoltam, hogy jó, jól néz ki, sok mindent tud, olcsó, biztos az összeszereléssel van valami. Nincsen. Az illesztések tök korrektek, nem recseg, nem ropog jobban, mint bármely más itthon kapható monitor. Technikailag ez egy jó monitor. Nyilván nem a legbrutálisabb, a legnagyobb és legmenőbb, ami valaha járt itt a stúdióban, de ha belegondolunk, hogy kevesebb, mint 160 ezer forintért megvásárolható, akkor azért felvetődik bennünk a kérdés, hogy lehet, hogy mégis megérni. Majdnem elfelejtettem, természetesen rendelkezik saját menüvel is, ami teljesen korrekt és logikus felépítésű. Minden extra látszólag benne van,
már amit a Gamer Monitorhoz featureként állítanak az adatlapján. Magát a menüt egyébként egy kis joystickkal irányíthatjuk, olyan típusú joystickkal, illetve olyan érzésű joystickkal, amit már így a Philips AOC vonalon megszoktunk. Jól használható, teljesen korrektül működő kis joystick. Úgyhogy nem gondoltam, hogy ez lesz a konklúzióm, de hogyha nincs szükségünk egy mini LED-es vagy OLED kijelzős monitorra, esetleg a munkánk vagy a felhasználás körülményei miatt, hanem egyszerűen egy tűéles 4K-t szeretnénk működő jó HDR-rel, jó betekintési szöggel és nagyon szép színekkel, akkor tökre valid alternatíva lehet ez a monitor is, a Geekbuying-ról vásárolva, nincs hangszórója. Nyilván, hogyha gamer vagy, akkor elsősorban valószínűleg fülessel fogod úgy is használni, ha pedig nem, akkor filmnézéshez tökéletes lehet a már meglévő hangrendszered, vagy egy fejhallgató, amit akár bele is tudsz dugni magába a monitorba. Én néhány napja használom ezt a monitort, és megmondom őszintén, kicsit zavarba vagyok vele, mert valóban nem gondoltam, hogy ilyen minőségű lesz. Tehát nyilván bennem volt az, hogy jó, olcsó húsnak híg a leve, biztos, hogy találok benne valamit valahol, amire rá tudom fogni, hogy na, itt azért megfogtuk a gyártót, de ez a néhány nap alatt nem sikerült. Mindösszesen két olyan dolgot tudok felsorolni, amit érdemes átgondolni, hogyha úgy döntötök, hogy nem úgy vásároltok monitort, hogy megtapogatjátok előtte a boltba, vagy megnézitek a képét, hanem bevállaljátok azt, hogy internetről egy 50-100 000 forinttal olcsóbb kínai márkát választotok. Ez a két dolog pedig a következő. Az első az, hogy nyilván mi minden termékre erre is van garancia. Na most itthon a garanciát nagyon egyszerűen érvényesíted, beviszed a boltba, ott hagyod, fölhívod őket, hogy mi van, és elmondják, hogy mi van. Na most itt a következőképpen működik, itt vissza kell küldened a terméket, tehát fel kell venned a céggel a kapcsolatot, vissza kell küldened a terméket, nincs magyar kontaktod hozzá, tehát nagy valószínűséggel csak angolul vagy kínaiul tudsz velük beszélni, viszont az biztos, hogy pontosan emiatt, mivel ők is tudják azt, hogy ez egy viszonylag nagy hátrány, nem csak itt a magyar piacon, de Európában, végtelenül próbálnak odafigyelni arra, hogy minél inkább megkönnyítsék és meggyorsítsák ezt a procedúrát, tehát nagy valószínűséggel nem fognak kötekedni, hogyha visszaérkezik egy monitor, hanem adnak egy másikat. Nyilván ez attól is függ, hogy miért küldöd vissza, csupán azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy nekik is az a céljuk, hogy Európában meghonosodjon ez a termék, viszont az tény, hogyha bármi gondja van, akkor egy fokkal vagy kettővel macerásabb maga az ügyintézés. Nem lehetetlen, és nem az van, hogy megvetted, elromlik, akkor kidobtad a pénzt. Nem, van garancia, csak macerásabb. A másik, amire érdemes egyébként gondolni, hogy én 4 napja használom ezt a monitort, tényleg nagyon sok mindenre, de azért 4 nap az 4 nap. És általában monitort legalább 1-2-3 évre veszünk, hanem többre. Nem tudom, hogy a benne lévő összeszerelés, tehát a belső összeszerelés minősége, az alkatrészek minősége, ez mennyire tart ki hosszú távon, tehát mennyire exponenciálisan nő a veszélye egy valós szerviznek az idő múltával. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy bármi olyan gondja lenne, vagy bármi olyan megoldás lenne benne, amit nem ismernénk, és ami ne lenne könnyen javítható, kezelhető. Illetve a benne lévő alkatrészek nagy részéről is tudjuk, hogy milyen alkatrészek, amik ha valóban azok vannak benne, akkor nem nagyon valószínű, hogy minden másodikkal probléma lesz 1-2 éven belül. De ez is egy valós veszély, hiszen Európában egy új márkáról beszélünk, sőt a világon is új márkáról beszélünk. Ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogyha esetleg mégis úgy döntötök, hogy a gyereknek, munkához vagy gamingre jó lesz nekem ez, 50-100 000-et spórolok, bevállalom. Ha így döntesz, akkor segítek egy picit azzal, hogy ki ez a márka, meg mi ez a márka. Először is ez egy létező, bejegyzett, hivatalos shenzheni cég, aki monitorokat gyárt. Nem csak ezen a márkanéven, több márkanéven forgalmaznak szerte a világban, Kínában, Indiában, Európában mindenféle monitorokat. Ez most egy olyan márka, amit tavaly dobtak először piacra, tehát egy éves a KTC mint márka,
Viszont a mögötte álló shenzheni cég az 95 óta, tehát 1995 óta gyárt monitorokat. És hogy miért fontos ez neked? Azért az interneten egy ismeretlen márkából nagyértékű eszközt rendelni, hát kaptak már emberek telefon helyett féltéglát, meg homokot, meg kavicsokat becsomagolva, de most ettől nem kell tartanatok, hogyha gig buyingról rendelitek, és ezt a típust, illetve ettől a márkától, a KTC-től rendeltek, akkor attól nem kell tartanatok, hogy át lesztek verve. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha eljutottatok idáig, nyomjatok egy lájkot, mindenképp iratkozzatok fel, és kommentben írjátok le, hogy érdekelne valamilyen termék még titeket ilyen vakteszten, külföldön rendelve, hogy megéri-e. Próbáljunk ki valamit. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, szevasztok!